Szia! Muszáj lesz tornázni. Mindenhonnan ezt halljuk, hogy ez milyen fontos. Tudom, hogy a háztartásbeliek egyébként a leginkább családmenedzserek, és ezért a legkevésbé lusták, de ha mégis így van, föl se kelj a székedből egyenlőre. Nyújtóz, belégzés, domboríts kilégzéssel, gyere még, nyújtóz, belégzés, lehet egy picit homorítani. Kilégzéssel domborul, ezt megismételjük még kétszer. Domború és még egy, belégzés. És kilégzés. Na, tegyük félre a bútort, emelkedjünk fel állásba, gyere. 15 perc, hidd el, megváltjuk a világot. Nyugodtan ott maradhat a közeledben a szék, és rátámaszkodhatsz. Körözz a bokáddal. Ismerős bemelegítő gyakorlatok jönnek. Visszafelé is. Jó reggelt, jó munkát. Ez az. Kicsit egyensúlyozni is kell, az a legjobb ébresztő. Körözz a lábszáraddal. Ugye itt valamennyire a térdízületben jön létre a mozgás, mert a combot rögzítjük. Visszafelé is. Persze azért egészen nem sikerül rögzíteni, és egy kicsit a csípő is mozog. Sőt, fárad. Óriás kör előre hajlított érdel, meg hátra, meg előre, meg hátra. Ez az, és a törzs mozdulatlan, és a medencéd is mozdulatlan. Hátra, gyere még kettőt. Előre, hátra, még egyet. Ez az, jöjjön a másik oldal. Hú. Boka, a lábfejeddel köröz. Lehet, hogy recseg ropog, de ne törődj vele. Visszafelé is. Hálásan recseg ropog, ezt így gondoljuk. Jobb, ha így képzeljük el. Nagyon jó, lábszárral köröz. Ez az. És visszafelé is. És akkor jönnek a nyolcasok a hajlított érdel. Előre egy nagy kör, hátra egy nagy kör. Előre, hátra, előre, hátra. Gyere még kettőt. Aha, és még egy. Na, eddig nagyon jó. Három különböző méretű terpesz. Az első a szűk, sarokemelés, gugolás. Mutatom oldalról. Föl a sarok, és le. Térd hajlít, nyújt. Sarok, le, gugol, föl. Sarok, le, gugol, föl. Na gyere még egyszer. Ugyanez a négy ütem. Azaz, aztán egy picit szélesebb terpesz, válszéles, kifelé mutatnak a térdek. Lábfejek, nyújtózunk, föl a sarok, és gugolunk. Egyenes törzs. Nyújtózunk, föl a sarok, és gugolunk. Nyújtózunk, és gugolunk. Nyújtózunk, gugolunk. Na még kettőt. Még egy. Szorítsd össze a feneked, és húzd be a köldököd, ez nagyon fontos, minden tornán százszor elmondom. Jöjjön egy nagyobb terpesz, széles. Válladra tedd a kezed, feszes farizmok, feszes hasizmok. Lesz egy nyújtózás, egy gugolás, törzshajlítással jobbra, nyújtózunk fel a sarok, gugolunk, törzshajlítás balra, nyújtózunk fel a sarok, gugolunk, törzshajlítás jobbra, nyújtózunk fel a sarok, gugolunk, törzshajlítás balra, gyere még egy pár, föl, le, és jobbra, föl, le, és balra. Nagyon jó. Tedd a combodra a tenyeret, támaszkodj meg, oldalról mutatom. Domboríts. Térdek hajlítva, kifelé néznek. Nyújtsd a törzsed. Kilégzéssel domboríts. Belégzéssel nyújtsd a törzsed. Domboríts. Nyújtsd a törzsed. Még kettőt. Majd tartsd meg egyenesen.
Ami azt jelenti, hogy nem dugod ki hátra a feneked, oda billented a medencédet a törzsvonalába, behúzod a köldököd, összeszorítod a feneked, nem esik le a váll, hátra, lefelé húzod a vállakat, és nem esik le a fej se, az egész törzsed egyenes. Jobbra fordulj, nézd meg a lámpát, közép, balra, közép, jobbra, közép, balra, közép, na még egy pár, jobbra, balra, nagyon jó, nyújtsd ki a két térded, lógj egy picit, kellemesen húzódik a comb hátul is, belül is, támaszkodj meg a tenyereden, ha nem éred el a talajt, szép egyenes törzsel, és nyújtott térdekkel, akkor támaszkodj meg egy bútoron. Nyújtott törzs, nyújtott térd. Jobbra fordítsd a törzsed. Közép, balra. Közép, jobbra. Közép, balra. Gyere, még egy pár. Jobbra. És balra. Nagyon jó. Jobb lábadhoz húzd a törzsed. Fordulj oda. Átmegyünk a bal lábhoz. Fordulj a bal lábhoz. Húzd a törzsed. De csak finoman, ne fájjon. Kellemesen húzódik hátul a comb, meg belül. Támaszkodj meg, hagyd is a térded. Gördülj föl állásba. Marad a nagy terpesz. Az első gyakorlatnál kombináljuk a guggolásokat. Kifelé mutat a térd és a lábfej. Lesz egy guggolásunk középen. Figyelj! 90 fokot fordulunk jobbra. Velünk fordul a bal láb is. Mind a két lábfej egy irányba mutat. Lesz egy guggolásunk jobb oldalon. Vissza középre. Kifelé mutat a térd és a lábfej. Közép. És megyünk át a bal oldalra. Velünk fordul a jobb láb. Egyenes törzs. Na gyere! Közép. Jobb. Közép. Bal. Közép. Jobb. Közép. Szorítsd össze a feneked, húzd be a köldököd. Bal. Tudod, ez alapszabály. Közép. Jobb. Közép. Bal, mondjak valami számot? Három kör még. Közép. Jobb. Közép. Bal. Közép. Egyensúly gyakorlat is, két kör még. Jobb. Közép. Bal. És még egy kör. Közép. Jobb. Közép. És bal. Ha! Szuper! Megérkeztünk. Nagyon jó. Csípőszéles terpesz. Magas tartás. Jobbra fordulunk. Jobbra engedjük le a, leengedjük a karokat elől és hátul. Kartartás csere. Balra fordulunk. Fönt találkoznak a karok. Kartartás csere. Jobbra fordulunk. Fönt találkoznak a karok. Kartartás csere. Nagyon figyelj rá, hogy ne forduljon el a két lábad és a medencéd. Ez az. Leengeded. És amerre a karok húznak, abba az irányba engeded a törzsedet elfordulni. Jobbra. Balra. Gyere, még két pár. Jobbra. Balra. Jobbra. Balra. Középen megállunk. Egyik előre, másik hátra, folyamatos kör. Egyik előre, másik hátra, de most ne engedd elfordulni a törzsedet. Így van, törzs középen, lába középen, térdek hajlítva, mozdulatlanul. Három, kettő, egy és visszafelé. Tíz, kilenc, nyolc, hét, hat, öt, négy, három, kettő, egy. Ha!
Mellizom gyakorlattal folytatjuk, csípőszéles terpesz, vagy válszéles hajlított ért, feszes farizmok, feszes hasizmok, nyújtott törzs, könyöködet érintsd, és nyisd a karokat. Könyöködet érintsd, és nyisd, érint, nyit, érint, nyit, 15, 14, ne csúszom föl a váll, megessen le a könyök, ez a hibás végrehajtás. Lent a váll, fönt a könyök, egyenes törzs. Na, ki tudja, hol tartok? 8, 7, 6, feszes farizmok, feszes hasizmok. 4, 3, könyöködet közelítsd. 2, 1. Na most ezt megcsináljuk, hogy a hátizmok is dolgozzanak, döntött törzsel, úgyhogy a lapockákat közelítjük karemeléssel, majd a könyököt, ez a könnyebb most. Lapocka, könyök. Lapocka, könyök. Szemből így néz ki. Lapocka, könyök. Lapocka, könyök. Ugye egyenes a gerinced, nem homorítasz, ugye? Medencédet billented, nem domborítasz. Tartod a fejedet. 7, 6, 5, 4, hosszú nyak, széles mellkas. 3, köldöködet húzd be. 2, 1, ez az. Lógj egy picit. Támaszkodj meg a talajon. Nem térdelünk, csak majdnem. A térdünk a levegőben van. Függőlegesek a karok és a combok. Nem homorítunk, nem domborítunk. Tartjuk a fejünket is, egyenes a gerincünk, köldökünket behúzzuk. Jobb hátra, bal hátra. Jobb előre, bal előre. Négyszer még, mindig a jobbal. Előre, előre, jobb hátra, bal hátra. Jobb előre, bal előre. Gyere még kétszer. Jobb láb indul mindig. A bal megköveti. Így van. Nagyon jó. Most a térded. Told el a talajt magadtól, húzd be jól a köldököd. Csípőszéles terpesz. Egyik sarkadat lenyomott, másik térd behajlik, ellazított, csere. Jobb sarok lenyom, bal sarok lenyom. Jobb sarok, bal sarok. Jobb, bal, na még egyszer. Jobb, bal, nagyon jó. Térd előtt, nem, az ballal kezdjük. Bal hátra, jobb hátra, bal előre. Jobb előre, még négyszer, hátra, bal kezdi mindig, előre, háromszor, jobb, bal, jobb, bal, na még egyszer, bal, jobb, nyújtsd a térded, egyik sarok, másik sarok, kellemesen húzódik a vádli. Nagyon jó. Nyújtsd mind a két térded. Told át a tenyereddel a felsőtest súlyát a lábakra. Nyújtott törzs. Leereszkedünk. Hogyha megy, akkor nyújtott karral. Leengeded a csípődet. Ha ez nehéz, akkor hajlított karral. Picit finoman homoríts. Baba póz jön. Hajlítsd a két térded, cipőorra összeér, térdek között van egy kis távolság, homlokod a talajon, alkarok a talajon. Támaszkodj meg a tenyereden, előre hajlásban kinyújtjuk a két térdünket, és átöleljük, kifeszítjük a térdünket. Próbálj meg a könyöködet fogni. Ha az messze van, akkor az alkart, ha az messze van, akkor a csuklódat, az ujjak hegyével. Kapaszkodj össze. Hajlítsd a térded. Támaszkodj meg a combodon. Félig emelkedj föl, domboríts. Nyújtsd a törzsed. Domboríts. Nyújtsd a törzsed. Na még egy domború.
Egyenes és gördülj föl. Görgesd hátra a vállaidat, veszünk három nagy levegőt, beszívjuk. Jobbra engedjük le a fejünket. És nagy levegő. Balra engedjük le a fejünket, közben nyugodtan léregez, ami nyújtod a nyakad jobb oldalát jelen esetben. És nagy levegő. És megérkeztünk, nem is kevés a 15 perc. Szép munka volt, egészségedre, és nem is vagyunk lusták, ugye? Találkozunk legközelebb, várlak, szia!